Két héten belül másodszor emeltek vádat BKV busz előtt büntetőfékező autós ellen. Mindkét esetben egy a megengedett sebességet túllépő autósofőrjét ragadta el az indulat, akár 3,5 év börtönbüntetést is kaphatnak. A megengedett sebességet jelentősen túllépve legalább 90-nel száguldott egy luxusautó a Megyeri úton a Fóti út felé még 2018 augusztusában. A Megyeri temetőnél a vezetőnek egy a megállóból kiinduló busz miatt le kellett lassítani a 65 km/h sebességre. Ez olyan indulatot váltott ki belőle, hogy gyorsított, a záróvonalon megelőzte a buszt, bevágott elé és vészfékezéssel megállt előtte. A busz már nem tudott megállni, és hátulról neki ütközött a BMW-nek. Az utasok közül többen elestek, volt, aki mellkaszúzódást, mások vérző hámsérülést szenvedtek. A buszban 300 ezer, a BMW-ben, ami nem is a sofőré volt, 1,5 millió forint kár keletkezett. Az ügyészség most vádat emelt a büntető fékező autós ellen. A kerületi ügyészség a vádlottat közúti veszélyeztetés büntettével, valamint nagyobb, illetve kisebb kárt okozó rongálással vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, valamint közügyektől, illetve járművezetéstől eltiltást indítványoz a vádiratban. A Megyeri úti konfliktussal szinte egy időben a 3. kerületi Királyok útján is büntetőfékezett egy luxusautót vezető férfi egy BKV busz előtt. Az esetet a busz biztonsági kamerái szinte teljes körűen dokumentálták. A Bentley vezetőjét itt az háborította fel, hogy a busz csak lassított az egyik megálló előtt, de mivel nem volt se le, se felszálló utas, nem állt meg. A sofőr itt is a záróvonalat átlépve előzte meg a buszt, majd bevágott elé. A busz vezetője vészfékezett, de a jármű így is neki ütközött az előtte megálló személyautónak. Az utasok közül többen elestek vagy kiestek az ülésből, de senki nem sérült meg. Az ügyészség ebben az esetben is börtönt kér a büntetőfékező autósra. A közúti veszélyeztetés következetes bírói gyakorlata felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás. Hogyha valakinek már több ilyen esete volt, akkor elképzelhető az előéletre való tekintettel a végrehajtandó szabadságvesztés, vagy akkor, ha a közúti veszélyeztetés esetleg rongálással állhat halmazatban. Közúti veszélyeztetésért, ha az ütközés anyagi kárt is okoz, halmazati büntetésként akár 3,5 év börtönbüntetést is kaphat a vétkes sofőr.